Sport és tánc találkozót tartottak a Ferencvárosi Művelődési Központban. Ferencváros minden óvodája és óvodása számára április 27-én Ferencváros önkormányzatának támogatásával. Szerencsére a pandémia után, hogy eltelt 2 év, újra megrendezhettük ezt a Ferencvárosi Sport és Tánc találkozót az óvodások részére, és ebben a Ferencvárosi önkormányzatnak is nagy szerepe volt, hogy köszönjük nekik a támogatást, illetve a kollégáimnak is, mert hogy ők is rengeteget segítettek abban, Ferencvárosi Lilium óvoda dolgozói, és természetesen a többi óvoda is, hogy eljöttek itt a kerületben, hogy így valósult ez meg. Táncikálás, és utána mindenki megkapja az ajándékokat. Minden intézményből 10-12 gyermek képviselte az óvodáját, az egyik helyszínen sportversenyeken, a másikon pedig közös táncos foglalkozásokon vehettek részt. Ilyen ügyességi játékok, különböző szerekkel, karikával, labdával, babzsákkal, az ő korosztályuknak megfelelő mozgásokat állítottunk össze, és akkor óvodánként versenyeztek a gyerekek. A zenekar Pálházi Bence és a bandája volt, ők húzták a talpalávalót, mint az előző években is, és itt pedig a kolléganőim Suki Zita és Suki Edina néni voltak, akik a táncfoglalkozást vezették. Ez azért fontos nekünk, hogy a gyerekek is találkozzanak, hogy jól érezzék egymást, együtt a kortársaikkal, hogy mozogjanak, táncoljanak, a zene örömét megtapasztalják, illetve a pedagógusoknak is nagyon fontos, hogy találkozzanak a kerület óvoda pedagógusai, és egy kicsit így együtt legyünk 1-2 órára legalább, mert nem nagyon van ilyen lehetőség a kerületben. Majd az esemény végén senki sem tért vissza üres kézzel az óvodájába, hiszen minden csoport ajándékcsomagot kapott.